Sok szeretettel köszöntelek, Robi, és sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki hallgat és lát bennünket. Volenszky Szonya vagyok, pszichopedagógus és transpersonális életút tanácsadó. Gyerekkorom óta érdekel a transzcendencia mindennemi jelensége, fiatal felnőtt korom óta foglalkozom pszichológiával. Amiatt az eszemet tudom, hajt egy végtelen kíváncsiság és egy megértésvágy, ami arra irányul, hogy teljes egészében megértsem azt, hogy kik vagyunk mi itt a Földön, mit keresünk itt tulajdonképpen, milyen hatások és kölcsönhatások alakítják a személyiségünket, viselkedésünket, életünket, traumáinkat, szerencsétlenségeinket, vagy éppenséggel örömünket, boldogságunkat és sikerünket. És tulajdonképpen ez a mi közös meccéspontunk a Robival, akinek a munkásságát én most már hónapok óta figyelem. Olvastam a könyvedet, személyesen is konzultáltunk, és átadtad nekem a technikáidnak egy részét, amit előszeretettel alkalmazok azóta is. Az elmúlt 20 évben nagyon megtanultam azt, hogy hogyan tudjuk felismerni, körbejárni, megszaglászni, megizlelgetni a démonainkat, de egyúttal arra is rá kellett jönni, hogy attól még, hogy a nevén nevezzük őket, még nem szűnnek meg démonoknak lenni, és továbbra is megmarad a folytogató hatásuk, vagy az életünket gátló hatásuk. És a hiányzó láncem pedig a te módszereid, Robi, amelyek rendszeres gyakorlatba való átültetésre meg tudjuk szelídíteni ezeket a démonokat. Ennek a felismerésnek kapcsán jött az az ötlet, hogy mivel kiderült, hogy Robi számodban is sokkal komfortosabb és emberközelibb az, hogy van egy kérdező partnered a videóidban, amelyikben a tudásodat osztod meg velünk, hogy csináljunk egy sorozatot, amelyben nyomoncolgatjuk részleteiben, átnézzük azokat a témákat, amiket a videódban eddig már említettél, vagy éppenséggel még nem is jutott rá idő, vagy lehetőség. Úgyhogy de mielőtt belevágnánk, néhány mondatban azért annyit elmondanék róla azon nézőink kedvéért, akik a korábbi videóidat nem látták volna, hogy te 1989-ben emigráltál az USA-ba, ahol egy nagyon kacifántos úton keresztül saját komoly betegségei, drámai, vesztességei, tulajdonképpen az életed összeomlása után jutottál el egy villamos mérnöki pályafutás után erre a transformációs életút tanácsadó útra, ami ennél sokkal mélyebb és szerteágazóbb pálya, persze, hiszen hipnoterapeuta is vagy, az NLP mestertrénere, traumaspecialista, foglalkozó spirituális pszichológiával, írtál 2 könyvet, abból az egyik bestseller lett, és ráadásul német nyelven is megjelent, és hát számos kényesen segítettél már szerte a világon, akinek sikerült gyökeresen megváltoztatni pozitív irányba az életét. És most egy isteni sugallatnak köszönhetően kicsit visszatértél az éteren keresztül a gyökereidhez, és a magyar hallgatóság számára is átadod a tudásodat. Jól mondom? Igen, köszönöm szépen, gyönyörű volt. Igen, mert akkor kezdjünk is, talán vágjunk bele, mert ugye a mai első témánk, amiről beszélgetni szeretnénk, azok a gyerekkori traumák és azoknak a hatásai. De mielőtt ugye elkezdenénk mi ebben belemenni, szerintem nagyon fontos lenne tisztázni azt, hogy mit jelent tulajdonképpen az, hogy trauma. Mert hogy így a hétköznapi ember fejében az van benne, hogy a trauma az valami borzasztó, nagy horderejű, valami óriási nagy tragédiával járó dolog, és hogyha gyerekkori trauma, akkor az minimum azzal jár együtt, hogy valaki mind a 2 szülőjét egyszer elvesztette, vagy valami súlyos fizikai sérülés érte, de hogy azért így a pszichológiában is, meg én azt gondolom, hogy az a pszichológiai, spirituális pszichológiai vonal, amivel te foglalkozol, abban is a trauma azért nem kell feltétlen ennyire nagy horderejű dolog legyen. Tehát, hogy a te szótáradban, az értelmezésedben a trauma mit jelent? Ehhez érdekes, mert ugyanúgy az ego is nagyon sok mindent jelent, a trauma is csomó mindent jelent. Ebben benne van akkor a fizikai trauma, amikor valami balesetbe kerül az emberbe, benne van a fizikai bántás, a szexuális bántás, és benne van igazán olyan kényelmetlen, nagyon intenzív érzelmeket keltő esemény, ami bennünk, ha feldolgozatlanul marad, nagyon negatívan befolyásolja az életünket. Tehát a trauma az azt jelenti, hogy egy esemény, ami minket kibillent a központból, és úgy maradunk. És akkor azon az úton folytatjuk tovább az útunkat, és amíg ezek a traumák gyógyulatlanok, vagy integrálatlanok, vagy megoldatlanok, addig nem tudunk igazán magunk lenni. Egy gyors példa csak így a 2 szélsőségre. Tehát vannak a fizikai traumák, mikor minket bántanak. Az is egy nagyon komoly trauma, mert
Maga a történet az az, hogy minket bántottak. Mi erre emlékszünk, és erről beszél majdnem minden ugye, pszichológus, meg csak, hogy mesél, de mi történt. Én, meg ahogy gondolom, már ti is láttátok, meg te is láttad, engem az érdekel, hogy alul, már a láthatatlan régióban, hogy rakódott ez le. És akkor ugye itt van a szexuális bántás, a fizikai bántás, tehát ezek nagyon-nagyon evidensek, és nagyon-nagyon a fájóak, viszont ott van például az elhagyatottság, ami egy olyan, hogy ott hagytak minket csöndben. És amennyire ezt angolul tudják, hogy C trauma, C az a komplex, ugye angolul komplex, nem tudom magyarul ezt hogy hívják, hogy K trauma, mindegy, tehát ez is egy hatalmas, hatalmas trauma, minket elhagytak, mert ugyanazokat a szimptomákat okozzák, mint hogyha minket bántottak volna fizikálisan, vagy másképp. És ezért nagyon tudom, nehéz, például a legkomplexebb trauma talán az egyik az az elhagyatottság. Mert belül dühöngünk, mi azt hiszik, hogy minket elhagytak, de viszont dühösek vagyunk erre, erre, erre és arra, amiről nem tudunk, és magunkat elkezdjük bántalmazni, és magunknak okozunk traumát. Majd erről gondolom úgy is fogunk csinálni más beszélgetést, igazán a traumáknak így a specifikusabb áttekintése, de még egy utcó, hogy a kedvesem is, aki a Uli egy nővér volt, egy trauma kórházban, San Diego-ban, Lahójában, amíg velem nem találkozott, aminek most már 11 év, addig azt hitt, hogy a trauma az csak ez a baleset, vagy valaki megsérült fizikailag, és utána rájött, hogy hó, azért ott tudod, ott van egy elég érdekes lista a háttérben. Igen, mert én közben végignéztem ugye a trauma előadásodat, ami nagyon-nagyon érdekes, ugye a részleteiben most nem fogunk vele menni, azt majd később kitárgyaljuk alaposan, viszont ami nagyon érdekes, hogy a trauma típusok, tehát hogy olyan traumák is benne vannak, mint szintén az, amikor ránk kiabálnak, vagy ordibálnak velünk, vagy amit te is említettél, az elhagyás is egy olyan dolog, ami azért mindenkivel megtörténik így élete során, főleg, hogyha már megélt egy néhány évtizedet, és az is, hogy kiabálnak vele. És ez mind-mind trauma, és én nagyon sokan meg azt gondolják, hogy nem, nekem semmi trauma, nincs a gyerekkoromból, meg semmi, miközben igen, mert hogy minden trauma típus olyan, amit azért így vagy úgy, vagy távolról, de azért mindannyian megélünk, tehát mindannyian traumatizálva vagyunk. Ez így van, nagyon keményen, és azért is csináltam azt az előadást először angolul, és a párom lefordította németül, mert ez a tudás, ez nem volt ilyen szinten szisztematizálva, vagy rendszerbe foglalva, és egy nagyon nagy hiányosság, és mivel nekem az a célom, hogy segítsek az embertársaimnak megérteni, először ez a megértés kell, tudod, hogy tudjuk, hogy ez van, és akkor utána lehet rá alkalmazni a megoldásokat, nagyon, nagyon, nagyon erősen van mindenki traumatizálva. Tehát olyan szinten, hogy ezért van ez a rengeteg strandlabda. Tudod, hogy beszélek, hogy ja, én állam minden oké. Tudod, már a fülem lóg, már... és elmondom talán, ha ez is majd érdekel, hogy megkérlek, hogy tedd fel a kérdést, ha ez jó, hogy a megoldatlan traumák, hogy mihez vezetnek. Mert ez az igazi oka. Tehát ez egy dolog, hogy van traumán kell, mert az egy surlódás, az egy konfliktusos dolog, amin keresztül spirituálisan növekedhetünk, viszont ha nem oldjuk meg, akkor meg egy teljesen más világba kerülünk. És ott vagyunk igazán ebben a más világban. Tehát az... Igen, és ugye ezek a traumák, ezek gyakorlatilag bármit is mindent okozhatnak. De hát fejtsd ki kérlek, hogy hová vezetnek ezek a traumák, amiket mindannyian megélünk. Csak egy pár mondatban, hogyan túl messze ne szaladjunk az eredeti témánkkal. Oké, persze. Hát először is bármikor komolyabb immunrendszerbetegség van, azok megoldatlan traumának a jelenlétei. Immunrendszerbetegség, akár rákos betegetések is, cukorbetegség, minden, ami szinte fizikai, tehát egy komoly probléma, egy egészségügyi probléma, az egy megoldatlan traumák. Általában mindig több van, de azoknak valamilyen szinten egy szimptomája, vagy egy végeredménye. Akkor nagyon sok érdekes módon elhízáshoz is vezethet, kapcsolatbeli problémákhoz, anyagi problémákhoz. És szinte majdnem minden, amit mi problémának hívunk, vagy kihívásnak hívunk az életbe, az megoldatlan traumákból jön.
viselkedésünket, személyiségünket mennyiben tudják megváltoztatni a traumák? Nagyon, nagyon megváltoztatják. Majd mikor lebontjuk a 14 traumatípus, majd azt megbeszéljük, tudod, hogy hogyan. Az egyik, azt úgy hívják, hogy ez az ősi sebünk, ami több ezer évvel ezelőtt jön. Igazándiból itt az történik, hogy mi a világot teljesen más szűrőkön kezdjük keresztül látni. Nem érezzük magunkat biztonságban, nem érezzük azt, hogy mi a teremtővel jóba vagyunk, nem érezzük azt, hogy minket szeretnek, és elkezdünk úgy taktikázni, de ez most már nagyon-nagyon hosszú ideje folyik, tehát nem csak ebben az életben, elkezdünk úgy taktikázni, hogy mi ezt korrigáljuk. De nem tudjuk korrigálni a trauma feloldás nélkül, mert minden csak egy, ahogy említettem, kompenzáció lesz a végén. Tehát majdnem minden, szinte minden problémák, anyagi, testi, egészségügyi, spirituális problémák az amiatt van, hogy ezek a megoldatlan traumák jelen vannak, és akkor még egy ilyen utszó ide, hogy az ego, meg ugye ami nagyon sok rétegű, az meg imádja a traumát. És direkt olyan döntéseket hozzat velünk, hogy tudjuk egy részről, hogy ezt kéne csinálni, meg ezt kéne, vagy ebbe az irányba kéne menni, de azt mondja, hogy tudom, és akkor elmegyünk a másik irányba, és akkor megkapunk egy sallert, és akkor tudod, akkor megjön az újabb trauma. De gondolom, majd erről beszélünk ebben a beszélgetésben, hogy a traumák mikor és hol keletkeznek, és hogy kicsit részletesen is belemegyünk ebbe a itt. Igen, ez lett volna a következő kérdésem, és megpróbálom röviden megfogalmazni, mert ugye az általános pszichológiai vagy uralkodó nézet jelenleg is az, hogy azért lényegében azok a traumáink, amikből különböző ilyen személyiségzavarok, akár az ilyen súlyosabb kórképek is, mint mondjuk narcizmus, vagy pszichopátia, vagy depresszióra való hajlam, vagy borderline, vagy bipolás, vagy akár csak mindig egy kényszeres viselkedés, azok mind gyerekkorban, egészen pontosan egészen kicsi gyerekkorban eredeztethetőek. És ugye a kérdéshez kapcsolódik még ide, Manizem, az úgynevezett Tears Fenn nevű hölgy, aki egy amerikai ilyen pszichospirituális író és tanító, és ő maga azt állítja, hogy tulajdonképpen minden traumánk 0 és 8 éves kor között keletkezik, és azok a traumáink, amiket 8 éves kor után élünk meg, azok valójában ezeknek a traumáknak csak a re-manifestációi. Tehát, hogy mivel nem oldottuk meg, ugye begyógyulatlanak ezek a traumák, ezek a sebek, azért a későbbi életünk folyamán, ugye más formában, más szereplőkkel, de azt látszuk rá újra és újra, egészen addig, amíg meg nem gyógyítjuk. De ezt hogy látod, hogy tényleg minden innen ebből a 0 és 8 éves kozotti korszakból ered, vagy ezért ez nem ennyire fekete-fehér? Köszönöm, hogy segítettél a szó kincsben, ez nem ennyire fekete-fehér, sőt, mielőtt mi már megszülettünk, már szinte minden traumánkat megéltünk, és a legtöbb traumánk gyógyulatlan, és erre egy gyors és frappáns válasz az, hogy ebben az életben mi már csak újra aktiváljuk az eddig gyógyulatlan traumáinkat. Tehát amíg mi megélünk, a nulla is, ahogy a Till Swan mondta, hogy 8 évben, én ezt 7 évesnek mondom, mert ott van egy 0-tól 7, 7-től 14, 14-től 21, ezek ilyen különféle szakaszok. Amit mi akkor megéltünk, az már vagy egy karmikus trauma, tehát nekünk egy úgynevezett ébresztő, hogy mi ezt megoldatlanul hagytuk, vagy pedig megoldani való, mivel ebben az életben nagy életcélunk van. Tehát igen, ennyi, hogy... Tehát lehet, hogy igazából 0 és 8 között lezongorázzuk újra ezeket a traumákat, de nem ott keletkeznek először. Tehát nem ott van. Pontosan. Ezek nagyon-nagyon régesen jönnek, tehát ahogy említettem, az egyik a 14-ből a szívtörés, és az egy ilyen nagyon sokoldalú trauma. Tudod, ha valaki úgy ismeri a szót, mert nem egy ismeretlen kifejezés, akkor azt mondja, hogy hát akkor majd elmegyek egy izére, egy regresszióra, és akkor minden jó lesz, és nem lesz jó, mert alul, alatt még van több száz olyan réteg, ami abszolút elérhetetlen, és ahhoz kell tudni ezeket a specifikus lépéseket. És... A praxisodban mi a tapasztalat egyébként, bocsánat, hogy amikor te visszamész, tehát amikor dolgozol klienssel, és akkor úgy látod rajta, hogy milyen traumái vannak, és akkor kvázi regressziót csinálsz, vagy meg akarod keresni a traumának a kiindulási bázisát ebben az inkarnációban, akkor milyen életkorban
keresed, vagy hová mész velük vissza, ahol megpróbálod megoldani ezt a traumát? Tudod, ez változó. Minél jobban ismerek egy klienst, ez azt jelenti, hogy minél többet dolgoztunk együtt, annál inkább rá tudok világítani egy specifikus korra. Na most, ahogy említettük, tudod, a legtöbb már újra élt és újra aktivált traumánk, az már 7 éves kor előtt van, viszont van ez, amit úgy hívjuk, hogy ősi seb, ez a 12. a traumatípusokból, ami már ezer évek óta utazik velünk, ezt már az első 2 év alatt átéljük. Ebben az a kihívás, hogy nem emlékszünk rá. Tudod? És igazán ez az ősi sebek, ez az angol, ez a core wound, ezt azért mondom így, mert a vibrációja az talán segít az embereknek kicsit ráérezni. Erről írtam a könyvemet, az első könyvemet. A biztonság hiány, a szeretet hiány, az érdemtelenség, és bármennyire lehet, hogy ismerős a picit a szókincs az embereknek, ezek az úgynevezett energiák utaznak már velünk több ezer éve, és össze-vissza átítatták a tudatalatti rétegeinket. És azért említettem egy korábbi videóban, hogy amikor ezt az ember ezt a szókincset megtanulja, és tudja, hogy itt még nincs vége, hanem ezt a szókincset vigyük tovább, és alkalmazzuk itt, meg itt, meg itt, abból lesz az igazi emelkedés, meg a gyógyulás. Tehát... Hogy aztán vannak olyan kliensek, akik azt mondják, hogy én tínédzser koromban, mit tudom, 14 éves, 15 éves voltam, és ott volt valami nagyon nagy, tudod, megszégyenítés, tudod, mikor elkezdünk, mikor szerelmesek vagyunk, és tetszik a másik, és akkor hát, tudod, nincs, nem értünk annyira hozzá a dolgokhoz, és akkor nagyon sok trauma írott, elutasítás, szívtörés, megszégyenítés, stb. Tehát attól függ, hogy mennyire ismerem a kliens. De mikor én már beszélek valakivel, egy olyan 20-25 perc múlva én már tudom így, már nekem van egy, már írtam egy disszertációt, tudod, a szeméről, és akkor ezt meg is hoztam a klienseimmel. Meg is vannak lepődik, hogy megosztom a képernyőt, hogy ott van két oldal, és akkor itt vannak az árnyak, a hiedelmek, a traumák. Tehát tudod, ez azért jó, mert végre van, tudok segíteni úgy, hogy az emberek látják. Van egy irány, van egy megbízható irány. Te is említetted, hogy ez az ősisebb, ez már 0 és 2 éves kor között megjelenik, tehát tulajdonképpen megpiszkálva lesz az ősisebbünk. És ugye a pszichológiának is van egy olyan hozzáállása vagy nézete, hogy ugye azok a sebek, amiket mondjuk ilyen 0 és 1, 0 és 2, 0 és 3 éves kor között szerzünk, ugye azok a legeslegmélyebbek. Tehát, hogy aki ott traumatizálódik, tehát tegyük csak egy példát, mondjuk még egy csecsemő, akit magára hagynak, beteszik az árvaházba, a csecsemő otthonba, akkor egy ilyen klienssel felnőtt korában nagyon-nagyon nehéz dolgozni, mert hogy nincsen se képi, se verbális emlékezete. És ezért ez a traumához gyakorlatilag képtelenség hozzáférni. És ugye ez okozza többek között például a nácizmus is, tehát a nácisztikus személyiségzavart és egy ilyen korai sérülés. De hogyan tudsz hozzáférni ezekhez a traumákhoz, hogy ezek ennyire ilyen, tehát emlékezeten kívül vannak? Okay. Hát eleve vannak látóképességeim, tehát nagyon intuitív lettem így az elme tisztítása a folyamán. Tehát már eleve látom, tehát ez szerintem egy nagyon fontos alaplépés. A másik meg, hogy az a személyiség, aki mi vagyunk, azok az összege, ezt angol ugye, hogy total sum of, tehát ami eddig volt velünk, érzelem, hiedelem, stb., az most mi bennünk megjelenik. És te is említetted a narcizmust, ami igazán nem olyan komplex vagy komplikált, mint az emberek hiszik, csak nem mennek elég mélyre le ahhoz, hogy tényleg feloldják. Ezért csináltam azt a videót, hogy mi a két legnagyobb sebünk, a szeretet hiány és az úgynevezett, ez angol úgy jár, hogy significance, ami ennyit jelent, hogy jelentőség, fontosság. Egy narcisztikus, vagy mondjam? Igen, jó, okay. Akkor az mind szeretet hiányba szenved, mind fontosság hiányba szenved. Tehát az egész két fő pillér, amire egy élet épül, az sérült. És akkor mit keres? Mindig, ami hiány, azt mi keressük. Szeretetet keresünk, és megszólalási lehetőséget keresünk, fontosságot keresünk, ami nem fog soha sikerülni, addig, amíg meg nem gyógyítjuk. És akkor a narcisztikus meg az, hogy szeressél már, tudod, elkezdünk védekezni egy hiányos üzemmódban. És ezt én onnan látom, hogy a szókivézése, az emberek nyelvezete nagyon-nagyon sokat elárul magukról. Van egy olyan mondás, hogy a nyelvezetünk,
Egy pillanat, most angolba fordítom, csak adj egy pillanatot, jó? Hogy... Nyugodtan. Hogy... Hú, majd ez eszembe jut, csak nem, az a baj, hogy csomó minden még angolból kell, hogy fordítsak, mert ugye úgy tanultam, de ha már egyszer megtanultam, utána már a következő előadásban már gördülékenyebb. Tehát az a lényeg, hogy az a nyelvezet, amit mi használunk, az nem csak a pszichológiánkat jellemzi, hanem a jövőnket is, és az életutunkat is. Tehát ki lehet hallani. Mondunk olyan kifejezéseket, és szavakat, amiben teljesen kihallom, hogy az ember mind ment át, és hogy mi jön, mi fog következni. Tudod? Nagyon érdekes. Példát is tudsz erre mondani, akár a praxisodból, hogy hát egy kifejezésmód, ami alapján, tehát hogy miben látod bele a jövőt, tehát hogy tud a jelenlegi kifejezésünkben jelen lenni már a jövőnk is. Mert a múltunk benne van, meg a jelenünk, azt értem. Majd ezen gondolkozom, tehát ez egy nagyon jó kérdés, majd erről összeírok egy párat, és akkor tudom úgy visszaadni, vagy átadni, hogy ne legyen tudod, ezek a hosszú szünetek, de igazándiból a jövőnk nekünk semmi más, mint a múltnak az ismétlődése. Tehát a jövő az automatikus már garantált, az ugyanolyan lesz, mint régen, mert amíg az elmében fel nem oldjuk ezeket a programokat, addig az elme az egy ismétlő gép. Tehát egyik előadásomban is mondtam, hogy a történelem ismétli magát, vagy így mondják magyarul, hogy... Igen, történelem ismétli magát. Önmagát, oké. És az olyan, mert az elmével teremtjük a történetünket, a történelmet, és amíg mi nem változunk, addig a történelem sem fog változni. Tehát ami most van, az olyan lesz. Ha csak nem, és akkor most jön ami, mikor belenyúlunk abba a raktárhelyiségbe, és elkezdünk takarítani. Értem. Térjünk vissza egy kicsit a gyerekekhez. Mert hogy tulajdonképpen az alapján, amit eddig mondtál, tehát nincs olyan, hogy külön gyerekkori trauma, illetve van, mert ugye az inkarnációnkon belül traumatizálódunk gyerekkorban, de nem akkor traumatizálódunk először, és mert már hozzuk magunkról meg korábbról, de mégis valami támpontot tudjunk esetleg adni a szülőknek, vagy azoknak, akik gyerekekkel foglalkoznak. Mert ugye azt tudjuk, hogy felnőttként hogyan tudjunk a saját traumáinkon dolgozni, illetve megtanulhatjuk tőled traumaoldással, árnyékintegrációval, vagy többi módszerrel, de mondjuk a gyerekünkön, vagy más gyereken szeretnénk segíteni, akkor a te módszereiddel hogyan közelítsünk feléjük? Oké. Ez nagyon nagyon örülök, hogy megkérdezted, mert a szülőknek az legnagyobb félelme, az egyik legnagyobb félelme, hogy jó szülő vagyok-e. Tehát a félelme az, hogy nem vagyok jó szülő. Ez egy hiedelem. És igen, rám is igaz volt. Tehát mikor megszülik egy gyermek, akkor általában ösztönből viselkedünk, csináljuk. Tehát olyan, mintha ezt már rengetegszer csináltuk volna, viszont ez nem azt jelenti, hogy nincsenek félelmeink, vagy nincsenek szorongásaink. És amíg az ember, vagy a szülő attól fél, hogy ő nem egy jó szülő, addig folytja a gyermeket. Addig mindent úgy fog kivetíteni, hogy azt mondja, hogy hú, hát most ez rólam mit fog szólni, vagy ez rólam mit fog mondani, ez engem milyen színbe, vagy kép, vagy fényben mutat meg. Amíg ez az attitúd, addig nincs igazi gyógyulás. Ez egy nagyon fontos dolog, és ezt én is már jó pár évben megtanultam a mentoraimtól, hogy a gyerekeink azok mi vagyunk a jövőben egy paralel időségon. Tehát ha valami a gyerekbe, tudod, azt mond, hogy kérdéses, azok mi vagyunk. Mert magunkon belül, mint szülők meg tudjuk oldani, és a gyerek profitál belőle, és meggyógyul. Oké, tehát ez egy tök jó ajándék, hogy tudod, nem a gyereket kell analizálni, hanem magunkba, hogy azzá válnánk, ami ő, ha mi magunkat nem gyógyítanánk meg. Mi az, ami magunkba meg kell gyógyítsunk? Milyen érdekes. Igen. Hogyha valami olyan konkrét történetről, vagy konkrét, a gyereken mondjuk detektálod egy szorongást, vagy olyasmit, amit te magad nem élsz meg, akkor is magadban kell dolgozni? Vagy tudok vele tenni is? Oké, tehát ha magunkon belül dolgozunk, az egy stabil pont, mert mi már felnőttek vagyunk, mi már tudunk beszélni, nekünk megvan egy szókincsünk. Ha megkérdezünk egy 6 évest, hogy miért mondod azt, hogy mama félek, nem fogja tudni, mert nincs meg a szókincse, nincs meg az érzelmi, a háttere. Dolgozom most egy klienssel,
és török a hölgy. És tudod, ezek a kultúrák, bizonyos kultúrák átmentek többféle típusú traumán. És neki például a kislánya, 6 éves, az azt mondja, hogy nem is beszél, annyira traumatizált, hogy mama, fear. Mama, félek. Ennyit tud csak mondani, nem tud kommunikálni a kislány. És ahogy az én megközelítési módszeremmel, ami energetika, spiritualitás és egy nagyon, egy jobban átfogó megközelítés, én már látom azt, hogy az ősi vonalon rengeteg olyan megfenyegetés volt. Amikor azt mondták, valami bántás volt, ennek mi szemtanúi voltunk, emlékszel az egyik a 14 típusban, mi szemtanúi vagyunk valaminek, és azt mondják neki, hogy ha erről beszélsz, akkor ez meg ez meg ez történik. És általában ezek a fenyegetések, ezeket nagyon jól csinálták régen, a mindig gyerekeknek mondják, és akkor azt mondja a gyerek, oké, azt én elfolytom, bentartom, nem beszélek erről, nehogy baj történjen az a másikkal, és ha mégis baj történik, akkor a gyerek magára veszi, és benne keletkezik egy eszmélek, vagy bűntudat. Ebből jön a dadogás. A dadogás ez az, mikor valaminek a szemtanúi voltunk, és azt mondták, hogy erről, ha beszélsz, akkor ez meg ez lesz. Tehát a megfenyegetettségnek. Ez is egy ilyen tök ártatlannak tűnő ki a kettős trauma. Szemtanúi voltunk, és a verbális fenyegetés. És akkor ebből lesz egy ilyen beszédképtelenség. Szóval... Nem, érdekes. Hány éves kortól lehet elkezdeni gyerekkel már direktben dolgozni? Tehát amikor nem a szülőn keresztül kell megmasszírozni a lelket. Én nem fókuszálok gyerekekre, bár dolgoztam gyerekekkel, és nagyon jó velük dolgozni. Én nekem azt mondom, hogy mikor már 5-6 éves, akkor már simán lehet. Tehát a gyerekek fantasztikusak, ők még nem komplikálták túl az egészet. Nekik megvan egy nagyon intelligens, egy ilyen olyan kifejezés módjuk, ami tényleg elmondja egy pár mondatban, hogy mi is folyik itt. És akkor amögött nem szakszavakkal fogják mondani, amögött akkor tudni kell, hogy mit kell átalakítani. A gyerekeknek egy nagy problémája van. A szülők. És sokszor, mikor a gyerek jön, akkor a szülőnek is kell egy rengeteg coaching, meg terápia, mert ahogy említettem, az egy legnagyobb félelmünk, hogy fog engem látni a világ, hogyha én ezt csinálom. Tudod, most hála Istennek ez tényleg változik, látod már te is, hogy az emberiség egy ilyen új felébredő idősikra lépett, aminek én nagyon örülök, és akkor így a gyerekek, ugyanúgy a felnőttek is akkor elkezdhetnek úgy gyógyulni, meg följebb menni vibrációba, hogy ne ismételjék ezt a nem kívánatos múltat. Meddig része a gyerek egyébként tulajdonképpen a szülő energetikai rendszerének, mert hogy az, ha jól értelmezem. Tehát, hogy most itt 18 évet betölt, és akkor onnantól fog ő már teljesen önállóan felelős saját magáért, és csak saját maga dolgozhat a saját elakadásai, drámai, vagy azért ez nem feltétlen így van. Tehát, hogy látod? Oké. Tehát, tudod, igazán ezt tetszik, hogy mondtam, mert van ez a fizikai megközelítés, hogy 18 vagy repüljök is szívem, tudod, fészek már elég tág, vagy szűk, tudod, növeszi szárnya. Tehát erre szükség van, mert nem lesz sikerélmény a gyereknek. Igazán soha nem tudunk leválni energetikailag, amíg mi ezt az elménkben el nem engedjük. És itt jönnek a komplikációk, mert legtöbb szülő ugye próbálja a gyerekének a legjobbat megadni, viszont ugyanakkor mi kivetítjük a mi gyerekkori és a múlt életbeli sebeinket a gyermekre. Amiben mi kudarcot vallottunk, attól mi próbáljuk a gyerekünket óvni. És lehet, hogy gyerekünknek pont az kéne, az a megpróbáltatás, vagy az a tapasztalat, hogy menjen át azon. És attól, hogy valaki 18 éves, attól még nem felnőtt, ezt te is tudod, bár nagyon úgy hisszük, és igazándiból én azt látom a legjobbnak, amikor a szülők és a gyerekek is tanulnak, fejlődnek, elengednek, mert ez nem egy egyedi, tudod, folyamat. És főleg innentől kezdve, eddig olyan egyedinek tűnt, tudod, ahogy említettük, a nőket jobban érdekli ez, mint a férfiakat, akkor a szülőket jobban érdekli, mint a gyerekeket, ennek vége. Tehát tényleg, aki nem kezdi magába elengedni ezeket az elakadásokat, meg konfliktusokat, az nem lesz egészséges, mentálisan vagy fizikailag. Sokat beszéltél ugye az elme struktúrálódásról, a működésről, meg ugye erről az egészen különös elmei logikáról,
ami más egy kicsit, mint az a logika, amit mi felnőtt fejjel használ. Van különbség a gyermeki elme és a felnőtt elme között. Tehát másképp fragmentál a gyermeki elme, mint a felnőtt elme, más az ő logikája, vagy ugyanaz, tehát hogy van-e valami differencia a kettő között? Tehát a gyors válasz az az, hogy igen, van különbség. A hosszú válasz az annyi, hogy igen is, meg nem is. És elmondom, hogy mire gondolok. Az a gyerek, akit mondjuk fizikailag bántottak, az a gyerek az már nem lesz őszinte. Annak lesznek olyan stratégiái, ami manipulatív. És van egy olyan érdekes aspektusa ennek a mi érzelmi meg rezgési világunknak, hogy minden, ami gyógyulatlan, integrálatlan, konfliktusos, oké, az intenzitásban nő az idővel. Ezt hívják gestalt terápiának, vagy gestalt teóriának. Tehát itt van egy icipici valami probléma, és akkor, hogy utazik az időben, az egyre nagyobb, ütősebb lesz. És tehát a felnőtt, aki nem tudta, hogy ezt el kéne engedni anno, amikor már ide ér, akkor az már sokkal nagyobb konfliktus halmazzal bír, mint az a kisgyerek. Én azért csinálom azt, hogy ezt a gestalt teóriát alkalmazva, mikor hozzám jön valaki mondjuk 30, 40, 50, 60 évesen, csak elmondja a történetét, hogy ez meg ez meg ez van, és akkor én visszaviszem, vagy nem is kell becsukni a szemet, elkezdünk beszélni gyerekkori emlékekről, de az alsóbb rétegekről. Mert akkor még pici volt a probléma. És ha megoldjuk a kis problémát, az is történik, hogy a teória szerint ez mint egy dominó effektus, megoldjuk az elsőt, és a következők a bum-bum-bum-bum-bum kiesnek, eltűnnek. Tehát ez olyan, mintha tudod, a sörétes puska, hogy puff, és akkor eltűnik egy csomó problémánk, megint lepofosztom a mikrofon, de hogy... Haragszol rá viszont. Nem, csak itt van közel, tudod. És tehát a felnőtteknek az egyik legnagyobb kihívás, amit látok, és ezt szeretettel mondom, mert én sem voltam más. Tehát tudod, az ember, amikor ezeket nem tudja, akkor tényleg a legjobbat teszi a számára elérhető tudása szerint. És tudod, nézz körül, tehát azért tudod, van ott megoldani való. És mikor már az ember ugyanazt a mintát viszi magával, és már minden robbanékony, és már minden szín, olyan, mintha a TNT bombát, tudod, hurcon mindenki, már nem fogja látni a megoldást. És akkor ezt mi kivetítjük a gyerekeinkre, és próbáljuk a mi fájdalmunktól őket megvédeni. Nagyon komplex az egész, de az a lényeg, hogy nekünk is kell gyógyulni a gyereknek, és azt hiszem ez fontos, meg kell neki adni, hogy ő lehessen. Most ez nem azt jelenti, hogy kinyitjuk az ajtót, és akkor tudod, repüljél kicsikém, már 6 éves vagy, itt a kocsi kulcsa, hoz nekem cigit. Hanem ez arról szól, hogy neki is van egy életútja. És ezt tudni kell, a lelki szinten az a gyerek, az minket választott szülőnek. Oké? Okay? És mi is beleegyeztünk. És a gyerek azt mondta, hogy most ha szabad egy kicsit ilyen viccesen fogalmaznom, hogy nézi fönn még az inkarnációját, és hát tudod, nekem most ezt kéne megoldanom, az eddig életekben még nem voltam túl sikeres. Hát ott van egy nő, jó, kicsit golyó, semmi gond, oké, ő egy jó alany, tudod? Nézzük egy pasit. Oké, jó, ez is jó, el van torzulva, na, ők lesznek a szüleim. És ez nagyon precíz, amúgy ez a választási mechanika, tehát ez nem csak ilyen egyszerű, hogy én itt előadtam, és az van, hogy minden, ami annak a gyereknek a törzsfejlődéséhez és az evolúcián szükséges, kiválasztja azokat a szülőket, akik olyan konfliktusos szituba tudják a gyereket tenni, amin keresztül, ha ez áthidalj, akkor el tud érni az ő céljához. Sose fogom megemészteni, hogy erre miért nem emlékszünk. Annyival egyszerűbb lenne az élet. Ugye? Hogy oké, jó, ezt dumáltuk meg, jó, bocsi, eddig nem nagyon azt csináltam, amit szerettél volna, de most már figyelni fogok rá, és akkor sokkal vidámabb lenne az élet. De valahogy nem. Eddig az volt, hogy ezek el voltak úgynevezett, nem tudom, a legjobb magyar szó, hogy fátyolozva, ez angol úgy, veiled from us. És ez azért volt, mert a régi szabadakaratos rendszerben milyen kiképzésen voltunk. Egy kiképzés arról szólt, hogy na, az érzelmén keresztül, mivel nem emlékszel rá, fedezd fel a te utadat.
Marha nehéz. Most, már egy jó pár éve, amúgy egyébként az igaz, hogy a gyerekek már emlékeznek egy csomó mindenre. Tehát már nincs ez az eszméletlen fekete lyuk érzés, tudod, hanem nem bejönnek, azt mondja, hogy igen, mama, tudom, látsz is ilyet rengeteget a YouTube-on, hogy az 5 éves emlékszik arra, hogy ő vadászpilóta volt, meg itt élt. és ez arról szól, hogy már nincs ez az elfelejtős része. Csak akkor jönnek a szülők, akik egy múltbeli aspektusunkat képviselik, hogy hát miről beszélsz, hát ilyen nincs. Tudod? És akkor ebből lesz megint a konfliktus, ami nekünk tudni kell átlépni. Igen, meg ettől fogja a gyerek magát furcsának érezni, magamnak tudok, mert azt tükrözik neki vissza az ilyen jellegű szülők, hogy itt valami nem stimmel, kisfiam, élénk a fantáziát, és akkor egy szép módon tanulják ezt így elfolytani. Amit annyit kérdezni akartam még, hogy hol kezdődik az elmének, meg az egónak ez a ellenünk irányuló munkája, amikor ugye úgy széttöredezik, tudod, mire gondolok, már magzati korban, vagy születés után? Magzati korban is, és azelőtt is, de születés után is. Egy picit más a struktúra. Igazándiból, hogyha nem akarom az egót szapulni, mert annak megvan a maga fontossága, de mikor minket trauma ér például. Minden trauma alatt ott van egy eszméletlen komoly dű, és úgynevezett nem csak a dűroham, hanem egy visszavágói kényszer. Na, az nem látszik. Mi marha jó fejnek hiszük magunk. Bosszú vágy. Igen. Ezt, hogy tudod, azt mi nem látjuk. Ó, én annyira jó fej vagyok, hogy csúnya bácsi meg tudod, bántod, de mi benne meg ott megy a bosszú vágy. Na, és ez a bosszú vágy, ez az ego. Mi nem tudjuk, de minden a kifejezésbe, például, hogy te is kérdezted az ember kifejezésébe, hogy ott van ez a bosszú vágy, kijön a rossz akarat, a rossz indulat, az mind a megoldatlan traumákból jön. És magának az elmének az a funkciója, hogy minket biztonságban tartson. Ez csak a fizikai testet. Mert különben biztonságban vagyunk, amikor az elme üres, akkor egy ilyen isteni biztonságban vagyunk. Igazi védelem alatt vagyunk. Ezt lehet, hogy pár ember érti, pár ember érzi, de mikor minket traumatizáltak, akkor mi nem érzünk magunkat biztonságban. Azért kell ezeket feloldani, hogy ne verekedni kelljen érte, hanem el tudjuk fogadni, hogy ott vagyunk. De akkor az ego szereti olyan szituációkba, meg olyan döntéseket hozni, minket beteljem, hogy becsaljon az oroszlán ketrecbe, és akkor azt mondja, hogy hát sajnálom, hát milyen, tudod? Hát, és születéskor, tehát a magzat, a megfogantatáskor is rengeteg trauma ér minket, ez nagyon kevesen tudnak. Abban a pillanat, amikor a megfogantatás, mikor a petesejtet eléri a évesejt, akkor megnyílik egy úgynevezett kvantumvilág. És ebben a kvantumvilágban, abban a másodperc töredéke alatt kinyílik az ősidő. Kinyílik az összes bűntudat, kinyílik az összes gyönyör, kinyílik az egész mező, és potenciálisan traumatizálhatóak vagyunk akkor. Védtelenek vagyunk. És rengeteget csinálok, én ez a Quantum Core Transformation kurzusomban tanítom, hogy ezt hogy lehet megoldani. Tehát ott is vannak olyan dolgok. Azért mondom, hogy a szülőknek nem arra kéne fókuszálni, hogy ők mit rontottak el, hanem hogy van ez a nagyon érdekes, nagyon komplex úgynevezett szerződés a gyermek és közöttük, hogy tudnának együtt működni. Mi az, amit nekik meg kell oldani, mi az, amit a gyereknek kéne megoldani, és egymásnak vannak úgynevezett ilyen tanítási fogadalmaink, hogy ezt én elmagyarázom neked, én azért jöttem a te életedbe be, hogy ezt én neked átadjam. Mert megint senki nem tud, és ez vezet kudarcérzéshez. Milyen érdekes, hogy most megprovokáltad a kíváncsiságomat rendesen ezzel a fogantatásnál történő traumatizálódással, mert hogy én amit is meg akartam kérdezni tőled, hogy a lélek, arról beszélünk, amikor arról beszélünk, hogy mi, és ugye ezt így különállónak tekintjük elmétől meg egótól, tehát a lélek hol csatlakozik? Hát én azt javallom, hogy csináljunk egy külön előadást. Mondjad még egyszer? A fogantatásnál ott van, akkor ezek szerint, és engem ebből ez jött le. Csináljunk egy külön előadást, mert ez komplex. Jó.
Jó, tehát akkor ott van a 12 lélek, akkor 144, meg stb. Tehát csinálunk egy külön előadást, de annyit elmondanák, hogy a lélek az kibe jár belőlünk. És ez megvan csecsemőkorban, ez megvan felnőtt korban. Igazán a lelkünk, nekünk az a tudatosság, ami a nagy tudatosságon belül képviseli a mi tudatosságunkat. És akkor a mai világban is arról szól, hogy a lelkünket képzik éjszaka, azért vannak ezek az álmok, amiből mi engedünk el dolgokat, és akkor, hogy visszajön, akkor viszont az elmében, a testnek a sejti memóriában viszont ott vannak a régi emlékek. És azok a diszonanciában vannak, ezek ellenkeznek. Azért kell az elmét kitakarítani, hogy a léleknek egy magasabb a színvonalára el tudjunk jutni tudatossági szintjére. Hát nagyon érdekes, akkor erről biztosan kell majd még külön is hosszadalmasan is részletesen beszélni. Igen, igen. De azért javaltam ezt, mert tudod, azt szerintem akkor ez egy nagyon érdekes téma amúgy, de ennek van egy nagyon érdekes, precíz logikája, és olykor... Értem. Jó, akkor igen is ez a végszó mára, szerintem. Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad a tudásodat velünk ebben a témakörben is, és akkor legközelebb... Oké, nagyon kedves vagy, nagyon köszönöm neked is az idődet, és tudod, szuper. Tehát ez így a legjobb nekem. Úgy érzem, hogy ezzel én is át tudom adni azt, ami át kell, hogy adjak, és akkor másnak is ez egy nagyon fontos építő ilyen anyag lesz. Jó? Köszönöm szépen, további szép napot, szervusz! Neked is. Sziasztok! Szia!